hozzánk Vince bácsi, meg Szabolcs bácsi, akik áruhás varázslók, képzeljétek el. Eljöttek hozzánk, hogy nagyon érdekes dolgokat mutassanak nekünk. Köszöntsük őket egy nagy-nagy csókolommal. Nagyon figyeljünk, szerintem olyan dolgokat fognak nekünk mutatni, amit még soha nem láttunk. Köszönjük szépen a lehetőséget is, hogy itt mutathatunk egy-két ilyen varázslatot. Ő a fiatal varázsló, én meg már vén varázsló. Úgyhogy ez majd látszik is a munkának a tempóján, hogy én csak ilyen öreg urasan, majd ő fog dolgozni komolyabban. Amit tőletek kérünk mindenképpen, hogy eszetekben ne jusson félni, vagy megijedni, vagy mit, nem történik semmi olyasmi. A másik viszont, amiben még nagyon-nagyon lényeges a szerepetek, hogy szurkoljatok azért, hogy ezek a kísérletek sikerüljenek. Mert ezek a kísérletek mindig úgy van vele, de vagy jó, vagy nem jó. De hogyha olyan a hozzáállása azoknak, akik ezt nézik, és szeretnék, hogy sikerüljen, akkor sokkal valószínűbb, hogy sikerül. Na, azt mondja, hogy rögtön egy kérdés. A tűzgyújtásról ti mit tudtok? Ha egy-egy apró mondatot kellene mondani. Hallgatom, mondjad, jelentkeztél. Na? Meleg. Jó, valaki ne, de hogyan gyújtunk tüzet? Igen? Nagyon jó. Nagyon jó. Természetesen nem a gyerekek, hanem a felnőttek, de az egyik a gyufa, öngyújtó, mit tudom én, ilyesmi. Ezek nagyon lényeges dolgok. Most az a probléma, hogy mi van akkor, hogyha elfogy a gyufa, bezárt a bót, hogy akkor ott meghalt az élet, nem tudunk tüzet gyújtani? Na nézzük meg, és akkor próbáljátok meg szurkolni. Először is megmutatok nektek egy anyagot, amit meg fogunk gyújtani, csak hogy ne ijedjetek meg, hogy gyufával hogy lehet meggyújtani. Gondolom mindenki látott már gyufát, meggyújtom a gyufát, és akkor... Ez majd így fog égni, ha sikerül máshol is meggyújtani, akkor majd ugyanígy fog égni. Na most azt játsszuk, hogy elfogyott a gyufa. Ugyanezt az anyagot szeretnénk meggyújtani, hát ehhez veszünk egy kis tűzcsiholó anyagot. Még? Aztán veszünk hozzá egy tűzcsiholó folyadékot. Ezt a kettőt összekeverjük. Igen? Néhány pillanat. Elővesszük ezt az anyagot, amire ugye nekem szeretnék meggyújtani. És elővesszük ezt a varázspálcát, üvegszárú varázspálcát. Elmorcogunk néhány varázsigét. És akkor most jönnétek ti, hogy szurkoljatok, hogy ez a vatta gyulladjon meg. Nézzük, hogy az öreg varázsló bácsi meg tudja ismételni még egyszer. Jaj, te még ti még... Harry Potter. Na. Következő kérdésem. A víz és a tűz kapcsolatáról mit tudtok mondani? Igen? Hogy? Elolja a tüzet, nagyon jó. Nagyon jó. És igazad van. És most nézzük meg, hogy gyújtunk vízzel tüzet. Nézzük meg, hogy lehet tüzet gyújtani vízzel. Egy kis tűzgyújtó volt, de ez most annyira nem lényeges. És jön a vizecske ebbe a csúnya műanyagba. Egy kis vizecske van. Elhiszitek, hogy az van benne? Nem vagy, ezért megkóstolom. Tényleg az víz. Finom vizecske, és csepegtetünk ide egy pár cseppel, és várunk. Na most tessék egy kicsit szurkolni. No? Egy kicsit. Tulajdonképpen minden működik, most már csak egyetlen egy dolog kéne, hogy meggyulladjon. Mert azért, mert az érződik, hogy vízzel azért sokkal nehezebb tüzet gyújtani. Hát ezt azért ezt oltásra szoktuk használni, nem gyújtásra. Még egy cseppet.
Na. Majd egyszer, hogyha a klubba bekerült, ami is majd mesélek ilyen az emlékeim közül, akkor ezt majd elmeséljük, hogy majdnem minden második alkalommal nem teszik elég távol tőle a maradékot. Így sikerül ezt is elmondani. Jó, na. Ennyit a tűzről. A másik, amit szoktak emlegetni, hogy a kémia az azért izgalmas, jó, meg színek, színes. Próbáljuk meg most egy kicsikét játszani a színekkel. Játsszál először én a színekkel. Játsszál te a itt a vödröd vizet. Varázsolni ebből a pohárból. Hát először is kell egy kis víz. Ebből a vödörbe víz van, én egy kis vizet teszik bele. Látjátok, víz. Ez innen. Osztuk. Nézzük, mi lesz akkor, hogyha az egyikből átöntöm a másikba. Milyen jó víz van nálatok? Nézzük már meg, mi lesz akkor, ha veszek egy újabb korlát és átöntöm. Ez a víz, ez nagyon jó nálatok. És válaszol. Na nézzük a következő poharat. Ó, de jó. Akkor lehet, hogy összekeverjük. Öntsük még tovább? Na nézzük ezt a poharat. Egy kis. De nem nevezném olyan marha a változatosnak, hogy hol tudás a szintelen. Nézzünk még egy sorban. Utoljára megnézem a kis varázsló szaloncai, mit tettek ide. Valamit meg kéne próbálni nekem is, ez így be, és azt mondja, hogy volt itt az elején olyanokat csinált, hogy színesből színtelen, aztán színtelenből színes, így váltakoztak a dolgok, hát próbáljuk már meg ezt a sort beállítani, és akkor még ha, még valamit majd megpróbálunk. Még egyszer, nem biztos, hogy ugyanaz lesz. Kérnék egy kis vizet, igen. Szerintem elég. Jó. Jó van az így. Na és akkor hogy volt? Azt mondja, hogy veszik a poharat, töltjük a másikba és színes lesz. Valami nem stimmel. A színtelen. De várjál, nem, akkor lehet, hogy várjál, összecseregettem a poharakat, akkor ez a színes, és akkor ott van a színtelen. Akkor töltünk ugye egy ilyet. Még mindig lehet belőle valami. Lehet, hogy rossz a sorrend. Valami, mit tudom, mert összekavartam itt első felindultságomba. És innen megvan. Na gyerekek! Az öreg varázsló bácsinak. Ez most bekrepusz. De tényleg most hogy van akkor ez? Ez egy olyan égés, amit az előbb akartunk csinálni, és ott nehezen jött össze, most itt sokkal jobban lesz. Ez egy égés. De most ilyenkor viszont a varázsló, a kémikus, aki elkezd azonnal gondolkozni, hogy hol lehet a hiba. Mit csináltunk? Poharak itt vannak, onnan vettük a vizet, ő is onnan vette.
lehet, hogy végül is ez a főzőpohár, ez nem jó. Hogyha megnézem, hogy egy másik főzőpohárba veszünk megint vizet, hogy akkor történik-e valami, hát mi így szoktunk nyomára jutni, vagy megkeresni azt, hogy hol vagyon a hiba. Akkor tulajdonképpen megvan a megoldás, ez egy rossz pohár, így van? Ez meg egy jó pohár volt, ez jó volt a kísérlet. És van még egy dolog, amit férfiasan be kell, hogy valljunk, hogy minden egyes ilyen kísérleti munkának a vége, és a mosogatás. Ezt viszont fantasztikusan utáljuk. Igyekszik az ember mindig elhagyni az ember, de mi van akkor, hogyha most én ezt a porrat megpróbálom felhasználni? Most éppen mosogatsz? Most éppen, hát most elvizéten akarod, hogy most tehetnék ilyet, jó van már. Ez úgy látszik, hogy... De akkor tulajdonképpen ez nem is egy rossz pohár, hanem ez a mosogató pohár. Na, látjátok? Így derül ki, hogy megvan mindennek a maga helye, maga szerepe. No. Most megnézzük, hogy mi jön, puskázunk egyet, mint hogy már iskolába szokásos. Jaj, tényleg, 10 órai? Reggel volt már? Akkor 10 óraizunk is. 10 óraizunk, igen. Csinálunk egy reggeli ital ajánlatot nektek, vegyész módra, hogy hogyan lehet. Hát a vegyész a szegény ember. A szegény ember az vízzel főz. Hát akkor veszünk mi is egy kis vizet. Mivel lusták is vagyunk, ezért kell egy kis keverő is, majd ezzel kevergetünk. Egy kis víz, nagyon jó. Mielőtt lepusztítom a technika, jó. Na és akkor vegyünk hozzá ehhez a szintelen folyadékhoz, ez a gyönyörű kristály, hagyjad. Vízhez töltsünk egy kis szintelen folyadékot. És lásd csodát. És lássatok csodát, nem történt semmi. Szintelen. Azért tudunk, hogy vegyészek valamit, nem? Ugye? Tehát reggel ital gyárt, az első az a legtisztább ásvány víz, amit tudunk ajánlani. Na, töltsünk hozzá egy másik szintelen folyadékot, és lásd csodát, finom, alkehelycsi. Ilyen te italszerűség. Nézzük, hogy az öreg varázsló mit tud. Igen, az az igazság, hogy én ezt a macska benzinen már túl vagyok, én nem nagyon szeretem. Úgyhogy legalább, mert legyen akkor teljes kárgó. Én nem szeretem a kávét, úgyhogy nézzük, hogy mi lesz belőle. Egy kis tejecske, ez finomabb és egészségesebb. Igen, én viszont már említettem, hogy nem csípom a tejet. Úgyhogy akkor most próbáljunk meg valami más. Ha más nem, ha nincs más lehetőség, akkor legyen víz! Nem, a vizecske nem jó. Inkább valami tej alapú. Hát most az, hogy milyen megremeltük, hogy tej jellegű ital, ezzel én azért nem vagyok ezzel kisegítve. Úgyhogy ezt továbbra sem csípem. Úgyhogy az legyen víz! Nem jó ez a vizecske valami teljes italt. Tudjátok, a tej élet előre kicsit. Ezért. Más nem egy kicsit.
Kamériás tej. Hát mondhatni madár tej, nem elég, hogy tej, még madár is, ez nem jó. Úgy látom, hogy az öreg varázsló nagyon tejet akar inni, akkor... Az legyen az enyém, mi? Jó, oké. De mivel nagyon kompromisszum készséges vagyok, ezért tisztelekből... És amikor mi reggel inniszunk minket is tejtől, ezek közül szoktunk válogatni ott volt. De. Jöhet a másik. Ez reggeli tejétel után nézzük meg, ez gyerekek teljesen ugyanaz. Nem is, nem megyünk nyilván ugye magyarázatokban, de ami itt a pohár alján van, ez gyakorlatilag ugyanaz, mint ami a pezsgő tablettákban, ebben az ital tablettákban van. Hát, hogy tudunk-e mi is valami ilyen üdítő ital szerűséget csinálni, és hogyha mondjuk itt a konyhán szeretnének ilyeneket csinálni, akkor... Egy kis vadmának, jó? Na most, hogyha itt gondolom, azt, hát talán még nem tudjátok, de mennyire örülnének itt a konyhán, hogyha megcsinálják azt, és akkor itt valamelyik idők meg közölni, hogy nagyon jó, de én nem szeretem a málnát. És akkor most el van rontva az egész, tönkre van téve a mai nap, de az az igazság, hogy nekünk még mindig van a tarsolyunkban még valami, előveszük ezt a nagyszerű varázspálcát, és megkavarjuk. És akkor legyen ilyen almalé. Egy kérdettebb almalé. Na most van még egy következő dolog. Én most elég rendesen fogyókúráznom kéne, azt látjátok, úgyhogy én a kajával nem foglalkozok. Majd az fiatal kollega mutatja be. Tojás, mint nyersanyag. Hogyan lehet ebből valami kaját készíteni? Milyen lehetőség van? Hogyan lehet a tojásból ételt készíteni? Gyerekek, hogy szoktátok enni a tojást? Van főtt tojás, meg még sült tojás, rántotta a sült tojás, igen, tükör tojás, a tükör tojás. Na most nézzetek ide, úgy közben, hogy jöttünk a hegyen, találtunk ilyen tojást. Találtunk egy tojást. Ebből ketten reggelizni szeretnénk. Hát elég, ez a kiú. Most a föltörjük, megsütjük ezeket, mi van. Meg kellene tudni, hogy milyen tojás ez. Úgyhogy akkor a másik lehetőség van az, hogy kikeltetjük. Egy kis tojás kikeltetés. Majd egy szép, nézzetek oda. Kígyó! Kibiztos. Jó. Meg van kis kígyós. Hát az az igazság, hogy részben már a vége fele tartunk, és akkor abból kellene még egy kis bemutatót nektek adni, hogy hát valahogy megpróbálná az ember egy kicsit anyagi helyzetét jobbá tenni, és mindenfajta ilyen újításokon töri az agyát. És ezügyben szeretnénk kettőt bemutatni. Az egyik, az egy habfürdő, ez egy speciális habfürdő. Na, szerettek-e fürdeni? Igen! Sok vízbe, meg kevés vízbe. Megmutatjuk, hogy hogyan szoktunk mi fürdőt csinálni.
A fürdő az így néz ki, hogy kell hozzá víz, igaz? Mindenki vízbe szokott fürdeni. Mi is teszünk ide egy kis vizecskét, nagyon jó, ó, van benne víz. Kell egy kis habfürdő hozzá, kicsi habfürdő, így, jaj de jó. Szép zöld habfürdő. Összekeverem. Pedig nem egy nagy durranás. Hát ilyet már látok mindenki. Na nézzük, hogy mit jel még. Hozzá kell egy kis fürdősok. Egy kis fürdősok teszünk hozzá, és most nézzétek meg. Én szeretek a kárban olvasni, csak amikor elmegy a villany, akkor elég rossz kimászni a kárból, akkor mindig van nálam egy kis gyufa, és akkor lehet a hab alatt is olvasni. Nézzétek csak még egyszer. Apám, Szabi a nagy varázsló. És még egyszer. Egy komplet könyvet el lehet. Nagyon jó. Azt mondja, hogy öblítsót, vagy zöld lángot csináljuk. Ott van a hacsizják, azt is. Az ászlót is bevehetjük. A következőben megmutatjuk nektek, hogy hogyan szoktuk nálunk, milyen színűek a lángot. Biztos láttatok már tüzet. Itt is láttatok már fálat, hogy milyen színű a láng a varázsló iskolába. Gyorsan meggyújtom, és rögtön meglátjátok, hogy a láng színe szép zöld láng. Igaz? Oda néz szépen, hogy a láng. Valamelyik nem tudom. Jó. Az. Következő. Nézzük, hoztam nektek ilyen kicsi képcsőket. Megmutatjuk, hogy mire jó ez a képcső. Nem, még a... Ebből tegyél. Teszünk mind a kettő kémcsőbe ugyanabból az anyagból, és... szépen... összerázzuk. Jó, tátyi! De az egész nem az egész, csak a fele. Ugye? Nekem pedig a tetejelő. Hát de mindig valami mást akar, mindig itt tenni. Én idegesít, hogy elrontottak, biztos már az övé fönt van. Megfordítom. Na megint. Várj. Jó úgy? Hát nem akar az Istenek se összejönni. Jó van. Próbáljuk meg egyesíteni. Egyesíteni. Európát. Nézzük. Yes.
jöhet a... Öblítő. Jaj, gyerekek! Megint szomorú hírem van. Dolgoznunk kéne. Ez a pénzkereseti célból mi megpróbáltunk kialakítani, vagy létrehozni egy öblítő szállítószert, ami otthon anyunak a dolgát is megkönnyíti, a vasalás könnyítő adalék, meg minden benne. És hogy ez hogy működik, hát megpróbáljuk egy olyan összehasonlító kísérletbe bemutatni, mint ahogy általában a reklámokban láttátok. Már szoktatok nézni reklámot? Igen! Éreztem. Van 2 darab koszos rongyunk. Igen? Ezt ki kell mosni. Először. Igen, hát először mosni kell ahhoz, hogy öblítsünk is. Ez a része, ez nagyon dehonestálunk. Mosunk. Motyunk, motyogatunk. Aztán igen. Csavarunk. És mivel az öblítőszer benne van már, ezért öblítünk is rögtön. Nézzük meg, hogy azzal a közönséges öblítővel hogyan működik. Én megpróbálom megszállítani a ruhát. Én is. De ettől valamivel hatékonyabb dolog kéne. Hát még lehet így is szállítani, bár ezt otthon nem érdemes kipróbálni. Hát ez nem igazán jó, nézzük ezt. Jó lesz? Jó lesz. Nézzétek meg, a textília megszárad, és nem ég el. Kimondottan ilyen lenne most a vasalás előtti legideálisabb állat. És hogyha szeretnénk vasalni, rögtön vasaljunk. Köszönjük szépen, hogy ilyen türelemmel voltatok. Ilyen nagyon nagyszerűen viselkedtetek. Remélem, hogy még azért holnap is emlékezni fogok erre, hogy milyen dolgokat láttatok. Nagyon szépen köszönjük, hogy is ugyanilyen a szerepet. És reméljétek meg, figyelj csak egy kicsit, hogy tudjátok, hogy ilyen varázslatokat csak a bácsiknak szabad csinálni. Gyerekeknek soha. Majd ha ti is ilyen nagyobb lesznek, mint Vince bácsi, meg Szori bácsi, vagy már iskolások, akkor majd ti is kipróbálhatjátok ezeket a kísérleteket. De várj egy kicsit, de tudjátok, gyufához nyúlni gyereknek, úgy bizony, ezt soha nem szabad elfelejteni gyerekek. Köszönjük szépen, nagyon érdekes. A kicsikét, jó? Kis vonatot, kicsikét, jó? Kicsikét, jó? Kicsikét, jó?